Csehszlovákia felosztása után Hitler Lengyelország felé fordult. Darcy kikötőváros átadását követelte. A nyugati hatalmak még bíztak abban, hogy a két diktatúra, a náci Németország és a Szovjetunió egymással kerül szembe. Erősítették hadseregüket, és tárgyalni kezdtek a szovjetekkel. Az egyezmény titkos zárazékában felosztották egymás között Lengyelországot, a nácik pedig elismerték szovjetek jogát a Baltikumra és Beszarábiára. Az egyezménnyel a Szovjetuniónak lehetősége nyílt a nyugati terjeszkedésre, és nem kellett tartani a németek támadásától. A nácik szabad kezet kaptak Lengyelország nekihitó részében, és mivel nem fenyegetett szovjet támadás, erőiket később nyugatra koncentrálhatták. A szovjet szállítások révén jelentős nyersanyag és élelmiszerhez jutottak. A német csapatok 1939. szeptember 1-én megtámadták Lengyelországot mondva csinált okokkal. Mivel Nagy-Britannia és Franciaország a lengyelekkel kötött szerződései kételmében válaszul hadat üzettek Németországnak, kitört a második világháború. Jelentős létszámú, de rosszul felszerelt lengyel haderőket gépesített német hadtestek azonnal szétjúzták. A német légierő lebombázta katonai irányítású logisztikai központokat. A gyors sikerhez hozzájárult, a Vörös Hadsereg 1939. szeptember 7-én keletről megtámadta Lengyelországot. Nyugaton a hadüzenet után a jelentős erőt képviselő francia hadsereg védelemre rendelkezett be, a nagy költségre kiépített erőrendszer a Maginot vonal mögött. Az angolok kisebb szárazföldi erőkkel rendelkeztek, így tényleges támogatást nem tudtak nyújtani, azon kívül, hogy befogadták az emigráns lengyel kormányt. A német határon a nyugatiak nem támadtak, Hitler pedig nem akart hadműveletekbe kezdeni, ezért az úgynevezett furcsa háború alakult ki. Yeah.